konyha helyette, mindig én mondom. Én nem merem. Léci! Mire mondjad már, én félek. De nem tudom. Fel kell szívjam a levegőt, mielőtt elkezdem. Szóval, szevasztok, csülészek, itt vagyunk a Dunakellős közepén. És elsuhaltunk kicsi hajókkal ide egy undorító, gusztustalan, telemadárszaros stékhez. Vagy hát egy sték volt. És igazából annyi a helyzet, hogy Instagramon elúszunk közben. Instagramon megkérdelek titeket, hogy küldjetek nekem ilyen én még sohás kérdéseket, vagy ilyen kijelentéseket. Egyébként, ha nem követsz még Instagramon, ne zoomolj már! Akkor pedig, ha nem követsz még Instagramon, akkor pedig kövess meg nyugodtan, és legközelebb írhatod az ilyen okosságokat. Ide valahol felírom a nevemet. Mozgass meg egy helyen azt a kamerát, more, hát ne izéld már össze-vissza! De folyik a könnyem! Szóval, már kitalálhattátok, hogy itt van a Zsolti, ja, amúgy itt van velem Zsolti. Köszönjük, hogy sziasztok! Sziasztok! Szóval itt van Zsolti barátom, és itt ez a Duna, és szerintem kitalálhatjátok, hogy mire készülünk, fürdőgatyába és trikóba. Én még soha nem pisiltem bele a Dunába. Igen? Hogyha rád igaz, és még nem pisiltél bele a Dunába, akkor nem kell ugranod, ha meg már pisiltél a Dunába, akkor kell ugranod. Ja, értem! Miért olyanra? Itt mert azt vágni fogja a fenekemet. Kossaj már! Én még soha nem gondolkoztam azon, hogy milyen lehet lánynak lenni. Tehát akkor most nem fürdünk, mert ezt megúsztuk. Miért nem gondolkoztál még azon? Hát nem az, hogy nem azon, hogy milyen lenne lánynak lenni, hanem milyen érzés lehet, hogy egészen fontosabb a seggem, meg saját magamat, meg... Még nézegettem magamat a tükörbe. Ja, tudom, ja, kucsítom, meg ilyenek. Én még soha nem gondolkoztam, de bonyolult! Ha gondolkoztál már azon, hogy... Te is gondolkoztál, most... Nem, úgy kellene, ez igaz vagy hamis, hogyha igaz, nem, hogyha hamis, és ez az állítás, hogy soha nem mondok. És ez hamis, rám, mert én már gondolkoztam. A kugranot kell. Az meg. Zsolti, de kicsit ugorjál. Jó. Ne egyek üzes. Zsolti, de te is gondolkoztál, előbb mondta. Egyszerre ugorjuk. Persze. Igen, de oda messzire. Nem, és én fogom egyedül tartani a csorakot, ezt komolyan gondoltátok, hogy itt ülök, mert kamerával a telefonnal a kezembe? Persze! De Kristóf, hogyha most én beleugrok először, akkor hogyha kapsz ingyen szántba lépőket, akkor viszel magaddal? Igen. Menj már innen a f***ba! Jaj! Papucsba? Fúj! Fú! De büdös! Én még soha nem késtem el randiról. Rám ez igaz. Rám is. Én sem késtem el. Nem! De nem, én késtem! De kurva! Én még nem késtem, soha mindig előbb érek oda ilyen helyeken, mert nem amúgy tudom én is csak egyszer volt ilyen. Muzán, egyszer ne, 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 de egyszer volt ilyen, ugrok, de jó, érted? Amúgy ő sem, ja, jó, igen, igen, jó, igen. Az volt egy gentleman. Fél órával előbb ott vagyok. Nem, csak negyed, de. De akkor nagyon. Rip. Vágd ide be azt a izét, az a Hello Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hú, de izmos vagyok, uram Isten, bazd meg. Én is csak dagadt vagyok. Nem, a Zsolti az nem dagadt, ő izmos. Az övék pólóban amúgy, nem, napallergiám van. Napallergiája van. Arra fogom. Én még soha nem voltam annyira részeg, hogy ne emlékezzek arra az estére. Nekem még komplett este sose esett. Nekem se esett ki még soha. Én még soha nem csaltam meg a barátnőmet. Nem hát. Soha nem csaltam Zsolti? Meg. Zsolti? Zsolti, te megcsaltam a barátnőmet? Zsolti volt már barátnő? Amúgy nem csaltam még meg. Fontos, én még soha nem béreltem éjjeli lepkét. Mit? Mit? És odaírta, hogy ha érted, mire gondolok. Ha nem, akkor hát egyszer volt egy olyan alkalom, amikor... Itt a röpke alkalom. Soha ilyen undorító dolgokat senki nem csinál. Most már fürdenék is, mire van, hogy választál már ki. Ha a szponzorálnál a videót, akkor azt mondom. Hú, nagyon komoly volt. Én még soha nem buktam meg. Zsolti, ugorj! Sajnálom, te is megbuktál már nyelvvizsgán, az is számít. Az is számít. De, az számít. De azt a Zsoltinak céloztam ezt a kérdést most. Te nem zavar, hogy vizes a pólód? Nem veszed le? Nézzük, látni akarjátok este. Napallergiája van, hagyjad már spanomat! Ez a Zsolti! Juhú! Majd trükkös előkében, jó? És az vicces. Jó! Na, ez nagyon trükkös volt. Ez zseniális volt. Ez nagyon trükkös volt, Zsolti. Papucsba? Persze! Amit a kalózok tettek, hogy fogták és így... Kapitány úr! Igen, igen. Pont így. Pont, pont így. Ez pont így volt. Még direkt elfordultam, de ez már egy részlet kérdés. A pocak, szeres pocakot! Balsövetet, bánja, bánja!
Húzz be magad, azt ne így! Én még soha nem próbáltam fel melltartót vagy bugyit, nőit. Na, vadd be, Zsolti! Hát akkor én most nem ugrom. De azt én már eleget ugrottam. Én meg még nem csináltam ilyenek a gyerekek. Kusolyan. Minél próbálnék fel melltartót magamra? Mert még golyavaton is kellett hordanod. Akkor nem, akkor... Akkor nem kell ugrani, hát az más. Az, gondolom ez a... Jaj, de jó mellem van, és akkor így a fiúk így nem tudom mit csinálni. De nem csinálnak ilyeneket a fiúkot, vagy csak én, nekem maradt ki? Neked, Zsolti? Őszintén? Esküszöm. Király volt az Anikó show-ba, azt írta valaki. Én még sosem szerepeltem az Anikó show-ba. Én még soha nem voltam együtt több lányjal egyszerre. Hú, gecsuk a mosdóval! Tényleg voltatok? Te a hajad mi? Ja, mit nézel? Én még soha nem realizáltam azt, hogy 10 cm-nél nagyobb a péniszem. De most realizáltam? Soha mi? Most az lényeg, hogy 10 cm-nél nagyobb vagy kisebb, mert nagyobb akkor nem ugrok. Ha ha ha! Mi van? Ne! Na várj, most elkerülök. Beugrasz. Várj, ez így nagyon nem jó. Mi a fasz? Miért ugrottál? Micsoda? Most miért ugrottál? Valami pénisztek. Most akkor kellett ugrani, hogyha 10 centire kisebb. Hát azért ugrottam. Ja, értem. Soha nem fürödtem női tusfürdővel vagy samponnal. Tehát vagy női tusfürdő, vagy női samponnal fürödtetek? Vagy... Szerintem mit én dusoljam, te samponnal? Mint rajtad húgy. Nem jön. Hogy? Nem az én hullám. Hanem egy... Nem, ugorj el, nem volt itt. Mi az fordítom? Hello darkness, my old friend. Én még soha nem szakítottam azért egy lányjal, mert csúnya volt. Zsolti, neked nem is volt még barátnőd? Igen. Attól fekély, egy vízisikló elmegy itt a hátam meg. Rédegesít ez a fos. Mi? A Duna. Mi? Tudom, most veszed le még? Ez az! Szexbomb, szexbomb, jó ma, szexbomb! Zsoltikával köszönjük szépen, hogy megtekintettél, de kerbence voltam, nem? 5000 like megvan, akkor pedig megint megyünk valahova fürdeni másféle szabályokkal, másféle hülyeségekkel, akármivel. Zsolti tesóval tényleg kövessétek Instagramon megérdemli, mert nagyon jó viselkedett és olyan ügyesen fürdött, és amúgy is ugrott be a vízbe a legelején, amúgy én nem annyira akartam. Köszönjük a figyelmet, oh, de fajlálmom! Sziasztok! 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 Azt mondja, munkás barna!